Nagy mosoly az eszköz elején, kis fülek a tetején. Egy cicát akar ábrázolni a gyermek szemvizsgáló eszköz. A gépet nemrég nyerte pályázati úton a Kalocsai Optika. Ennek segítségével a gyerekeknek egy méter távolságból csak bele kell nézniük a cica szemébe, hogy a vizsgálatot elvégezzék. Az egyszerű módszerrel a szem fénytűrési hibáit tudják megállapítani. Igazából nem is vizsgáló, hanem egy nagyon speciális szűrőberendezés, ami a gyermekek szűrésére alkalmaz, hogy ugyanúgy használja mindkét szemét. Nyilván ez dioptria mérése és komplet vizsgálata nem alkalmas, de egy alapszűrése, hogy meg tudjuk mondani, hogy tovább kell-e menni, kell-e vele foglalkozni, vagy sem, erre tökéletesen alkalmas a készülék. Ennek személy szerint én nagyon örülök. A saját gyermekenem már teszteltem, úgyhogy szuperül működik. Kisé megugrott a vizsgálattól a páciens. A másik gép 4 rendellenességet is képes vizsgálni, melyek közül a szemnyomás megállapításához egy kis levegőt fúj a szemre, ezért az ugrás. Ez mellett a rendkívül hatékony diagnosztikai eszköz gyors és pontos adatot szolgál a szaruhártya görbületéről, a szem törőerejéről és a belső szemtengely feldülés mértékéről is. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nyilván minden szemvizsgáló számítógép mér egy dioptriát, mér szaruhártya görbületet, ezt hogy nagyjából mindegyik tudja. Ez tud egy olyat, hogy van benne egy olyan szemnyomásmérő, ami a szaruhártya vastagságát is beleszámolja a szemnyomás adatba. Ez azért fontos, mert ez nagyban befolyásolja azt, hogy mennyi a szemnyomás, milyen vastag a szaruhártya. Ugye, ha vastagabb a szaruhártya, nagyobb erővel kell benyomni, ha vékonyabb, akkor kisebben. És akik úgynevezett glaukóma zöldhályokban szenvednek, a szemnyomás adat egy nagyon fontos adat, és ez a legfontosabb klinikai adat, ami ma elérhető a mai technológiával, ez benne van a gépben. Valamint a szürke hályogot is szűrni tudják. A gépeket az Optika Széchenyi 2020 pályázatán nyerte el, melynek összértéke meghaladja 14 millió forintot. Agrárközösség, furcsán hangzik, de az agrárközösség vezetője Szigeti Tamás hívott fel, hogy Optikák részére indul egy ginopos pályázat, és hogy ők pályázatírással is foglalkoznak, és hogy ezt meg tudják írni. Furán hangzott nekem, hogy az agrárközösség ír optikai pályázatot, de sikerült, megnyertük a pályázatot, ez egy 50%-os intenzitású, támogatású pályázat Széchenyi 2020 program keretein belül. Mint megtudtuk, a szemvizsgálógép egyedülálló az országban, ilyen típus csak Kalocsán található.